Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Hogy tudnád őt elcsábítani, hogy végre neked legyen sikered? Ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Először odafigyelünk erre a kártyára. Itt a hármas szám látható. Az jelentheti azt, hogy te és ő választatok egy közös irányt, egy kiútat, vagy életutat. Ez lehet egy közös tevékenység is. Figyelj egy más irányba. És ezen a képen a tűz eleme látható, illetve érezhető. Közöld vele azt, ezt az új irányt, ami téged lelkesít. Sőt, lehet az is, hogy őt is lelkesíteni fogja, és akkor így kialakul egy közös tevékenység. Itt ezen a képen a kettes szám látható, tehát te és ő. Itt a gondolatokról van szó, és a beszélgetésekről. Te döntesz, hogy mit közölsz vele. Ha olyan dolgok foglalkoztatnak téged, ami szomorúvá tesz, akkor arról nem esélj. Viszont ha olyan gondolatok, tervek vannak, ami téged lelkesít, akkor közöld ezt vele. Te hozod itt a döntéseket. Fontos az, hogy legyen ez a könnyűség. Pontosan erre a könnyűségre utal ez az udvari bolond vagy bohóc, nem is tudom, hogy nevezzem ezt a figurát, ami érezhető ennél a kártyánál a könnyűség, és az a viccelődés, az visz előre téged. Itt, ezen a képen ő jelenik meg, és ő győzni akar. Elvárja azt, hogy te dicsért őt, felnéz rá, megbecsült őt, tehát mondd azt, amit ő hallani akar. Ez a kép hasonló, mert itt ül ezen a lovon, és sokkal magasabb, sokkal nagyobb, mint mások itt a háttérben. Tehát ő azt szeretné hallani, hogy ő különleges, nagyobb, vagy jobb, vagy tehetségesebb, mint mások. Ha te erről beszélsz, és itt okos döntéseket hozol, tehát nem a problémákról számolsz be, akkor itt változik valami, hiszen ez a kártya utal a megújulásokra, és ő másképp viszonyul hozzád. Itt a csillagképek azt jelentik, hogy szerencséd lesz, vagy ez most a megfelelő időpont ezt megtenni, ahogy a csillagokban meg van írva. Itt a hölgy kezében van az arany és az ezüst. Az egyik utal a férfias energiára, a másik a nőies energiára. Itt találkoznak együtt, tehát lesz egy közeledés köztetek, vagy egy testi kapcsolat. Itt van egy levél, tehát jön egy üzenet, és ez az üzenet kellemes, egy jó hír, egy ajándék. Az is lehet, hogy ő megajándékoz téged, vagy te üzensz számára valamit,
és ő ezt úgy nézi, mint egy nagy ajándék, amit tőled kap. Kettőtök között érzelmekről van szó, ezt mutatják itt a kelyhek, de a 9-es szám jelenti még a korlátozásokat. Tehát ne érzelmekkel közeledj hozzá, ne beszélj érzelmekről, hanem próbáld meg azt megvilágítani, ami neki tetszik, és így megvan ez a könnyűség, ez a játszadozás, és az eredmény az, hogy szerencsét lesz egy jó hír, és ez olyan, mint egy ajándék. De mivel itt a kelyhek megjelennek, ez azt jelenti, hogy akkor is, ha nem beszéltek érzelmekről, az érzelmek akkor is ott vannak, hiszen erre utal ez a kártya. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!